Sziasztok! A mai napon a Máté evangéliuma 8. fejezetéből a 14-től 22-ig tartó részt fogom nektek felolvasni az egyszerű fordítású Bibliából. Ő hordozta betegségeinket. Amikor Jézus Péter házába érkezett, látta, hogy Péter anyósa lázas betegen fekszik. Megfogta a beteg kezét, akit a láz azonnal elhagyott. Ezután az asszony felkelt és megvendégelte Jézust. Amikor leszállt az este, sok olyan embert vittek hozzá, akikben gonosz szellemek laktak. Jézus a parancs szavával kiűzte a gonosz szellemeket, és minden beteget meggyógyított. Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott. Ő vette el gyengeségeinket, ő hordozta betegségeinket. Te csak kövess engem! Amikor Jézus látta, milyen sokan gyűltek köré, szólt a tanítványainak, hogy evezzenek át a tó túlsó partjára. Ekkor azonban egy törvénytanító lépett hozzá, és ezt mondta. Mester, követni foglak téged, akárhová mész. Jézus így válaszolt. A rókáknak van tanyájuk, az égi madaraknak is van fészkük, de az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét. Egyik tanítványa azt kérte Jézustól. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus azonban így válaszolt. Te csak kövess engem, és hagyd, hogy a holtak eltemessék saját halottaikat. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Remélem tetszett ez a rész is. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!